Több lépcsőben emelik az orvosok bérét, az egészségügyi ágazatban már várták a bérfelzárkózást, amit az érdekképviseleti szervezetek megfelelő kezdésnek tartanak, de számítanak a folytatásra. A magyar egészségügy legnagyobb ünnepe a Semmelweis nap. A múlt héten a Szabolcs megyei intézményekben dolgozó orvosok, egészségügyi dolgozók munkáját is elismerték. A gyógyító munkát hittel, kitartással és odaadással lehet végezni. Az orvosok között sokan több évtizede vannak az egészségügyi pályán, és többen olyan területen dolgoznak, ahol nagy szükség van a szakemberekre. A következő évi állami költségvetésben már beépítették az orvosok, ápolók bérkompenzációját is. Elindultunk egy olyan úton, amit szeretnénk elérni, ha csak a visegrádi négyeknek a szintjére tudnánk eljutni, az is egy nagyon komoly eredmény lenne. Itt, aki reálisan gondolkodik, nem gondolhatja azt, hogy egy év alatt, két év alatt ugyanazt a színvonalat el tudjuk érni, mint amit egy Németországban, Angliában dolgozó kollega elér. Azonban azt gondolom, hogy ezzel a fokozatos béremeléssel már egy olyan, hát hogy mondjam, olyan bért tudunk biztosítani, amely esetleg itthon tarthatja a kollégákat, vagy ugye most hát különböző, nem tudjuk a Brexittel mi lesz, tehát különböző, hát hogy mondjam, híreket hallva, lehetséges, hogy bizonyos kollégák vissza fognak jönni, és itt fognak dolgozni, akár az egészségügyi dolgozók is. Az ágazatban nem egyszerre kapják meg a bérkiegészítést a dolgozók, egy folyamat indult el most, tette hozzá a kórház igazgatója. Az országos érdekképviseletek szerint hazahívni már nehezebb lesz a külföldre távozott orvosokat, ápolókat, mert a nyugati béreket és munkafeltételeket, benne a munkaidőt is még mindig jobbnak vélik az ágazatban dolgozók. A stúdióba hívtuk dr. Losonczi Jánost, a Magyar Orvosi Kamara megyei elnökét. Jó estét kívánok, üdvözlöm! Jó estét kívánok! Az érdekképviseletek hogyan állnak hozzá ehhez a béremeléshez? Közben azon gondolkodtam, hogy a Magyar Orvosi Kamara az állásfoglalását már közzétette az elmúlt héten, de vannak más érdekképviseletek is, akik úgy vélik, hogy ez a fajta béremelés, ez kezdetnek elégséges, elegendő, de várható-e a folytatás, fölteszik a kérdést. Természetesen, mint érdekképviselet, mi örülünk ennek a béremelésnek, sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy picit reményeink fölött is sikerült eredményt elérnünk. Tudnélik hosszú és késhegyig menően kiélezett tárgyalások vezettek eddig. Az első verziók szerint mi kicsit több pénzre tartottunk igényt, ezt nem sikerült elérni, de sikerült azt elérni, hogy ebben az évben megnyitják a 2016-os költségvetést, és már szeptemberben az első béremeléshez hozzájuthatnak a kollégák. Ami külön öröm, hogy a kamara a jelentős támogatásával a szakdolgozók is 26-27% körüli béremeléshez jutnak. Egyébként milyen mértékű béremelés ez az orvosok tekintetében, az egészségügyi szakdolgozók tekintetében? Én ezt jelentősnek ítélem. A szakorvos kar szeptembertől 107 ezer forint bruttó fizetésemelést kap, a nem szakorvos kar 50 ezer forintos bruttó fizetésemelést kap, azt pedig említettem, hogy a szakdolgozóknál ez fizetéstől függően 26-27%. Lépcsőzetesen hogyan emelkedhet tovább ez az összeg? Ugye 2018-ig van most jelen pillanatban erre egyezség. Igen. A feladatunk az, hogy erre odafigyeljünk. A jelenlegi megállapodás úgy szól, hogy 2016-ban ez a béremelés 107 ezer forint, 17-ben 100 ezer forint, és 18-ban is 100 ezer forint. 18 utáni időszakról nem érdemes tárgyalni, részint gazdasági mutatóink nem láthatók ennyire előre, részint pedig hát választások lesznek 18-ban. Az viszont mindenképpen üdvözlendő, hogy a jelenlegi egészségügyi kormányzat hát partnerként tekint az orvostársadalomra, és kifejezte azt az igényét, hogy azt a struktúraváltást, ami hát elkerülhetetlen a magyar egészségügyben, az orvoskamara, illetve az orvostársadalom nélkül nem óhajtja megcsinálni.
Tehát akkor lesznek további egyeztetések, érdekegyeztetések, igen, és tárgyalások. Az egészségügyi kormányzatot, az egészségügyi szaktárcát mi rázta föl a tekintetben a leginkább, hogy ugye itt az elmúlt hónapokban már folyamatosan szó volt arról, hogy nagy az orvoshiány, nagy az elvándorlás, és a bérekkel ez szoros összefüggésben van. Tehát mi ébresztette rá arra a vezetést, hogy itt most már szükséges lépéseket tenni? Igen, hát kicsit nagyképűen mondhatnám, hogy addig mondogattuk, amíg egyszer elhitték, de azért nem egészen így erről van szó, hanem megszülettek azok a statisztikai eredmények, amik a jelentős orvos elvándorlásról tettek tanúbizonyságot. Ma is körülbelül 1000 orvos kér úgynevezett good standing nyilatkozatot a kamarától, külföldi munkavállalás céljából. A hazai orvoshiány időnként már ellátási zavarokat is okoz. Akár kimondjuk ezt, akár nem. Ezek az ellátási zavarok, ezek soha nem a nagyvárosokban vagy a fővárosban jelentkeznek, hanem mindig a periférián. A perifériáknak kicsit rosszabb a úgynevezett orvos eltartó készsége, így aztán az ellátási zavarokkal ott kell, hogy számoljunk. Pedig éppen arról lehet hallani, hogy inkább a fővárosban van orvoshiány, és hogy a vidéki kórházak, a vidéki ellátórendszer stabilabb. Bonyolult a kérdés, mert való igaz, hogy a fővárosban egyszerre van jelen az orvos többlet, és hiány szakmákban az orvos hiány. Ezzel együtt is, amikor átlag statisztikákat mondunk, azt kell, hogy mondjam, hogy a főváros orvos ellátottsága még kielégítőnek mondható. Sőt, bizonyos szakmákban hát úgynevezett önkéntes segítők is besegítenek az intézmények működésében. Nálunk ez nem ismert. Tehát akkor e tekintetben vidéken kevesebb az orvos, vagy lehet azt mondani, hogy a kisebb városokban, igen, vagy a kisebb kórházakban, igen, van kevesebb szakorvos. Az egyetlen motiváció a bér és a pénz, ami még mindig külföldre vonza a fiatal orvosokat. Mit gondolnak erről? Ez egy nagyon komoly motiváció. Végtelenül komoly motiváció, különösen, hogyha a magyar béreket, magyar jövedelmi viszonyokat hasonlítjuk össze a külföldi bérek és jövedelmi lehetőségekkel. De nem az egyetlen, ami kiviszi az orvosainkat, mert itt egy olyan torz egészségügyi struktúrában kell, hogy dolgozzanak, ami részint emlékeztet a Balkánra, bár most már lassan a Balkán is megsértődik ezen, részint pedig, hát ha jól akarok fogalmazni, akkor azt mondom, hogy ez most nem orvosnevelő légkör. A közép garnitúra kivándorolt. Nincs meg az az oktatási és képzési folyamat, ami évszázadokon keresztül jellemezte nem csak a magyar, hanem a világ minden egészségügyi rendszerét. Ez elméletileg gyakorlati oktatásra gondol. Mester tanítja a tanítványát. Miután itt most hiányzik már egy jó része ennek a közép garnitúrának, ez a folyamat megszakad. Ezért a fiatal, hát hogy is mondjam, csak nem tud kitől tanulni, vagy legalábbis nagyon korlátozottak a lehetőségei. És a rendszernek vannak még egyéb olyan komponensei is, amik hát nem kedveznek a fiatal pályakezdő orvosoknak. Tehát ez elsősorban az orvos továbbképzések, szakmai továbbképzések, aminek a hiányát látják. A mindennapos képződésnek a hiánya merülhet fel. Jó, egy másik nagyon fontos terület, és akkor már csak nagyon röviden, folyamatosan arról lehet hallani, hogy ahhoz, hogy a kórházak jól működjenek, a erős alapellátásra, erős házi orvosi praxisokra van szükség. 10 milliárd plusz támogatást ígértek erre az évre a házi orvosok számára, az alapellátásba ennyi kerülhetne be. Bekerült ez az összeg? Ez tudomásom szerint mind a mai napig nem került be az alapellátás finanszírozásába. A legutolsó tájékoztatásunk szerint ez az összeg létezik, megvan. Az elosztás
körül merültek fel problémák, tudnélik ebből a fogorvosoknak, védőnőknek is részesülni kell, és mintegy 6 milliárd forint maradhatna az alapellátásnál. Mintegy fájdalomdíjul a miniszter úr tájékoztatása szerint ez az összeg most vagy 12, vagy 14 milliárd forint lesz, tehát egy picit több fog jutni. És miben segíti ez az alapellátás? Ez a praxisok finanszírozásába tud besegíteni, részint a praxisban dolgozók bérviszonyait lehet ebből rendezni, illetve hát a munkafeltételek javítása, műszerezettség javítása is megoldható ebből. Főorvos úr, köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk, legközelebb innen folytatjuk. Én köszönöm.